Nyali, hogy mindenkinek áldásik a Gyümölcsi Nosvágy Zsolt ez pedig itt a Zsoltán Youtube csatorna, hajamat ne nézve a bajszunkat, megyek a fodrászhoz, ne szóljál be, légy szíves. Na, gyorsan ledarálom az elején a hirdetni valót, hogy le tudom, írni a komment hogy elegem van már, hogy mindig ugyanaz van, ez elejét át kell tekerni, mert hirdeted az, az éttermet két és fél éve ez van, szok meg, kérlek, vagy tényleg nem nem, 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 tudom, tényleg, de máshol nem tudom elmondani ezeket nektek, és akkor van valami nagy aktivitás, akkor meg akarok szólni, hogy de az legyen, hogy úristen, nem is szóltál, de szóltam, úgyhogy az a lényeg, csomó minden van, de a számomra a legfontosabb, hogy szombattól az étteremben Halloween party van, és tudod, hogy mit jelent, hogy végre kimehetünk smink nélkül az utcára, ez az egyik, a, a másik, hogy ugye hát nálunk nem Halloween van, tehát hogy nálunk ugye minden szentek van, Szitja Magyar mindig megmondja. Gyorsan tisztázzuk ezt a tehát Halloween az 31-e, minden szentek első, halottak a második, halott a tapja, jó, minden meg tudsz ünnepelni, függetlenül attól, hogy, hogy éppen melyik egyházba házba tartozol. Na. szóval az, az, van, hogy ilyenkor, mikor Halloween van, akkor most az egész őszi a felszolgálók jelmezben, a szakácsink pedig ilyen rémisztő, de annál finomabb ételekkel várnak titeket. Á, nem tudom pontosan, hogy állnak a foglalások, de a tavalyból kiindulva ilyenkor már nem nagyon ö, volt hely. Érkezzetek időbe, foglaljatok időbe. Ö... Ez, ilyenkor a, a szünetek azok azok mindig a hétköznapok, és elképesztően durva szoktak lenni, pláne a tematikus hetek, de elképesztő, elképesztő étereink lesznek, úgyhogy na, foglalj a gyere enni, csó! Ennyi volt, kibírtad? Kibírtad, jó van. Ma a méltóságról fogunk beszélgetni, egy ponton pedig még a női méltóságról is, már ha van ilyen, és ezt itt külön lehet választani, de ezt majd eldöntjük a végére, majd írd le, ha kíváncsi vagyok egyébként ezzel kapcsolatos véleményedre. A nőkkel való viszonyom egyébként külső szemlélőnek fura lehet, fura, hogy így ő, ő, homár létemre ennyire rajongok a női nem ért, de talán mire a videó végére érünk, addigra megérted. Nyilván az anya hiány sokat nyom ez ügybe is, de én valamiért mindig szebbnek, tökéletesebbnek láttam a sunásokat, mint a faszikat. És igen, nekem sunások, puncisok, puni, pina, punus, punavera, ezek mind a nőkre használt jelzők, és abszolút nem pejoratív, hanem nem tudom, így szoktam meg az elmúlt 15 évet, tehát ez nekem a szeret jele. Na, de ezeket itt tisztázom inkább az elején, mert nem akarom azt, hogyha esetleg úgy fogalmazok, akkor a mérővel a posztjában kéne felelnem majd egyszer a bűneimért. Vagy van az a másik ö, ö, homi gyerek, aki szerint még transfóbis vagyok. Hú, na, mindegy, fogja fóbia egyébként nincsen bennem, az, az idióta emberek irán, de hát az, az, az már nem fog elmúlni. Na, mennyit beszéltem megint tök feleslegesen? Csapjunk bele! Uh, ugye itt van a Halloween, minden szentek. Uh, és nem csak a múmiák, meg a boszorkányok, meg a, a, a hasfelmetsző de, de Laura is visszatért, vagy hát megjelent. Ö, azt hiszem Budai Laura, sokan mit tudom én a. a, a Őt inkább onnan ismerik, vagy ismerhetjük, hogy mindenki levi a klubból, akkoriban nagyot ment, nagyot úszott a Fostengerben, és hát néhány kurva és kamupap mellé megtalálta ezt a naív kislányt is, hogy hát ugyan mesélje már el a klubban, hogy hogyan döngette meg őt a tojtói mögött korunk egyik legnagyobb Magyar sztárja Azaria. Akkor még egyébként nem volt a legnagyobb sztár, de ez nagyjából mindegy is. Na, szóval, hogy amikor a sokak által csak toj botrányként emlegetett dolog napvilágot látott, vállalatlan elfogultan készítettem is erre egy videót, ahol kiálltam a fiatalok szexuális szabadsága mellett. Elmondtam, hogy számomra a megcsalás az, mint olyan magánügy, kivéve, hogyha mondjuk nem az ellenkezőjére épít valaki médiakarriert, úgy általánosságban. Na de az a gyűlölet cunami, meg az a felháborodás, ami akkor a nekem még abszolút gyerekek kategóriába tartozó ö, érintettekre zúdult, az semmilyen szín alatt, nem, szín alatt, nem, volt rendben. Azóta az egyik félnek már megbocsátott a nagy érdemű, na de hogy a másiknak miért nem, arról később néhány mondatban majd megemlékezünk. Nagyjából egyébként szerintem akkor rúgtam el, azzal a videómmal rúgtam el a pöttyöst a Reddit plegykacica csoportjába, vagy az, hogy máig nem tudják eldönteni, hogy, hogy, utálnak vagy sem, vagy hogy mennyire hogy egyik nap így megszavaznak a, a leghitelesebb vagy a legjobb, vagy nem tudom, a youtuber, a másik nap pedig halára dolgoztatom a felszolgálóimat, akik ö, halálba vetik magukat a galéria lépcsőről. Ez a kedvenc visszatérő sztori egyébként. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy volt ö, egy ilyen maroknyi, ö, de nagyon hangos ember, akik szerintem nagyon hiteltelen voltam, és Úristen, és csalódtak bennem is, nem csak az Atiba, hogy mert hogy én megcsalásra buzdítom az embereket, nem, ilyet nem tennék soha én ezt elég ö, 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 alantos dolognak gondolom, független attól, hogy ö, hogy csaltak meg engem, én is csaltam már meg mást, mind a kettő szörnyű, de az igazság az, hogy kurvára nincsenek semmi, senkinek semmi köze, ha csak nyilván még egyszer mondom, nem azzal akar valaki kitűnni, vagy vagy, nem, nem, nem feltétlenül ez, ezt akarja, hogy magára te továltatni. Na, de ennyit a visszatekintésből, ugyanis a héten Laura újra ö, hát belendült, hogy úgy mondjam. Gondolom teljesen véletlenül a három teltházas puskás koncert környékén jött rá arra, hogy neki azért kellett külföldre mennie, mert hát itthon nagyon sok bántást kapott. Nos, ez szörnyű, és egyébként tényleg az, persze azért ne legyünk álszentek, mi mind bántottunk már meg embereket, akár így, akár úgy, de az, hogy tudjuk, hogy ez nem oké, és hogy ez gané dolog, az már mondjuk félséker az önismeret útján. Szóval Laura azt állítja, hogy egészen a fapapucsok hazájáig kellett szökni a gonosz emberek elől, Hollandiába találta meg az ő boldogságát, és emlékeztek, hogy hogy kezdtem ezt a, ezt a monológot, hogy hogy ott honnan ismerhetjük. Na hát ez a videó, ahol ő kiteregette a szennyest, az egy egy, egy milliónár jár. Tehát, hogy klubos levi videója, ahol konkrétan az, a, a, az aktusról cseverésznek, miközben a kétszer annyi idős próbálja belebeszélni a lányba, hogy hát téged kihasználtak, hát nem, nem érzed, hogy megaláztak. Na jó, persze nem így pacekba, csak úgy hátulról melbe, ahogy az kell, de, de hogy így végig azt érzed a beszélgetés alatt, hogy, hogy, hogy egyszerűen... Nem... Nem tudom, Levi mindjárt megpukkat, hogy nem mondja ki, hogy azaria a hibás. Na, de mindenről van szó. Hol, mikor, kivel, meddig tartott, mit csinált közben a másik, hol volt a bugyi, milyen bugyi, hogy kerültek oda. Tehát annyira méltatlan és alantos, amit tényleg csak egyébként ott láthatsz. Nem mondom azt, hogy néz meg, nem akarok nagy reklámot csinálni, de hát azt gondolom, hogy milliós nézettség felett már nagyjából mindegy. Ja, és ne felejtsük el egyébként, hogy Iridi is vagyok, tehát ez csak így azért említette meg. Szóval ezen el, konkrétan a házhoz ment a poszonért. Szóval ez egy konkrétan házhoz ment a pofonért. Persze azért az fontos, hogy ide rendesen hívták is, de, de azt nem szabad tőle elvenni, hogy ez magától is tudott alkotni. Több mint 16 ezer követőt kalapozott össze ezzel a story valóságoknak, nyilatkozott részleteket, sztorikat ígért ilyen követésért, meg lájkokért, TikTokról, Instára így integrálta a követőket. Nem hibáztatom, hiszen a családi hátter egyébként világosá teszi, hogy, hogy nem volt, aki elmondja, hogy figyelj kislányom, ezt ne csináld. Nem volt olyan ember, aki védelmezze, aki eléálljon és felfogja az alacsony köveket. Sajnos, sőt, hát a felnőttek ugye előre kitervelten haszonszerzés céljából megalázták, felkoncolták és a farkasok elé dobták. Tehát, hogy ilyen szempontból ez a lány, tehát az érthető, hogy ő azt látta, hogy, hogy a hogy a tapasztalt idősebb felnőttek lakatos és társai kihasználják, és, és, és bántják, és úgy volt vele, gondolom, hogy hát akkor ő ennyit is ér, tehát hogy ő, ő akkor, akkor ő miért ne csinálja ugyanezt magával. Persze nyilván ez így nem fogalmazódik meg az emberre, de nem az van, hogy egy tüköreli állak és azt mondják hogy mindenki kihasznál, mindenki bánt, de hát akkor már úgyis mindegy, tehát hogy ez, ez így kialakul, és, 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 és nem női, hanem minden emberi tartás nélkülözve vált sajnos az ország használt kottongumjává. Azt hiszem, hogy valahogy ez a jelző hangzott el ebben a csúcsinterjúban. És azt gondolom, hogy ő ezt egy picit akarta is. Mármint nem így, de, de mindenképpen akart híres lenni, hogy felfigyeljenek, figyeljenek rá, csak hát azzal nem számolt, hogy nem mindegy, hogy mivel vonulunk be abba a bizonyos történelembe. Azt itt egyébként ettől, hogy híres lesz és nem hírhet, és hát viszonylag gyorsan az a három perc hírnév az, az gyűlöletté változott. Nem is feltétlenül gyűlöletté, de mindenképpen, mindenképpen basztatássá, szekálásá és, és daklatássá. Tehát, hogy az az, az, az meg még gázabb egyébként, hogy kiderítették a számát és hívogatták, tehát ilyen tényleg nincs. De ez viszont egy tényleg egy tipikus eset, tudjátok, hogy én az áldozat hibáztatást, ki kivagyok ettől, viszont itt rohadtul nem erről van szó. Tehát ez egy tipikus és minta példája annak, ahol nem lehet elvenni az elszenvedő, az elszenvedő felelősségét. Tehát itt valaki azért lett áldozat, mert az akart lenni. A, és nem a körülmények tették azzá, hanem, hanem a döntések. Na most az, hogy ezeket, ezekre a döntésekről mennyire volt érett, meg hogy mennyien befolyásolták, meg mit, hogy erről nyilván lehetne beszélgetni, de szeretném nagyon erősen aláhúzni, hogy ez nem volt erőszak semmilyen szinten. Ez a lány mindent megtett azért, hogy így bánjanak vele, jegyzem meg, ez még nem elegendő ok arra, hogy így is bánjanak vele, csak szeretném, ha lenne tényleg egy, egy nagyon éles vonal húzva a között, hogy valakit bullyingolnak, bántalmaznak, mondjuk akár a suliba, vagy a neten, vagy a ilyesmi, vagy a között, hogy valaki kiprovokálja konkrétan a népharagot, és addig-addig húzogatja az oroszlán bajszát, míg az végül meg nem támadja. Mai napig ilyen Insta Highlights-ot üzemeltet Atiról, és így kommentben hergeli a népet, hogy hát mit kellett volna, vagy kivel, hogy mit kéne csinálnia. Na azért ez elég kemény, mondom, még egyszer, tehát hogy nyilván megvan annak azok, ok, hogy a lány miért nem tudja, hogy, hogy kéne ezt a dolgot kezelni, de ettől függetlenül ő már egy felnőtt nő, tehát ha nekem még gyerek is, ettől függetlenül ő egy felnőtt nő, és bizony felelősséggel tartozik a tetteiért. Uh, és az emberek, akik kihasználják, akár a most megkereső újságírók is, ezzel pontosan tisztában vannak, tehát hogy, hogy ez a lány ez bármikor, bármikor újra mond olyan dolgokat, ami, amivel pillanatok alatt lehet majd újra őt szőnyegszélre állítani. Uh, és én azt is megértem, hogy hogy miért vágyik a figyelemre. Magamról tudom, hogy akit nem szerettek igazán, az keresi a visszajelzéseket, ezeket a feedbackeket, és a végén már egyébként az is mindegy, hogy milyen az a visszajelzés. Engem szerintem a YouTube mentett meg valamelyest ebből. Rengeteg munka volt, rengeteg meló volt, ameddig ameddig most már én kívülállóként tudok beszélni. Viszont, hogyha a folyamatosan triggerelve vannak a, a, az emberek, akkor akkor, akkor ez, ez, egy adott ponton az emberekből ellenszenved tud kiváltani soha senki nem tudta volna meg, hogy, hogy ő az. Ha ő maga egyébként nem haknizik ezzel, soha senki nem bántotta volna, ha ő maga nem próbál ebből hasznot kovácsolni. Tehát összességében ez a történet annyira sokrét, és mégis mindenki ugye annyit lát bele, hogy hát valakit lavortak a tojtói mögött, de nem, szerte ágazó, és egy csomó olyan dolog van, amit egyébként botránytól függetlenül, vagy ettől a botrányos helyzettől függetlenül ki lehet beszélni, mind a sajtó, a szülőfelelősségét, tehát és általánosságban szerintem ez egy társadalmi probléma. És nyilván fölmerül benned, hogy hát az AT részéről akkor pont miért nem beszélek. Az akkori én úgy gondolom, hogy mindent elmondtam, ami abban a dologban az ő számlájára írható volt, és a nyilvánosságra is ö, tartozik. Én erről formáltam véleményt, ezt meg lehet nézni. Vállalom, meg lehet, tényleg elfogult vagyok, de a legfontosabb, hogy ő már nem, nem beszél erről, nem akar erről beszélni. Van hál' Istennek más produktunk, nem is akármilyen produktum, amivel a köztudatban, sőt, hát a legmagasabbra tudott emelkedni, ugye jelenleg a magyar előadók közül. És én azt is gondolom, hogy egyébként annál a 15 percnél, amíg tartott, annál többet mondjuk, vagy nem tudom, meddig tartott, az hiszem ö, ö, biztos, hogy, hogy ö, Levinél ezt meg lehet nézni. Tehát, hogy annál a pár percnél, vagy akár nem tudom, tehát ameddig ez tartott, egyik fél részéről sem kéne, hogy, hogy annyi időnél többet ez, ez érdekes legyen. Itt van ez a lány, aki nem érti meg egyszerűen, hogy addig nem kap tiszteletet, ameddig magát nem tiszteli, és ami szintén kevés kommunikációt kap ebbe az ügybe, és megint csak egy ága, hogy, hogy, hogy igen, van ilyen, tehát egy lány is dönthet úgy, hogy a budi mögött, a kapuhajban, a bokorban, a háztetőn akar valakivel szexelni. Pont ugyanannyi joga van ezt eldönteni, mint egy faszinak. És pont nem gondolom, hogy, hogy a tartása vagy a büszkesége sérülne miatt egy nőnek, ha ezt egyébként ő így akarja. Tehát, hogy én szerintem mögé kell nyilván egy, egy, egy józan döntés, egy magabiztosság, és Laurának szerintem nem ez volt a bűne ebben a történetben, hanem pont az, hogy ezt inkább köszemlére adta, haknizott vele, hogy ezt ő büszkeségnek vagy valami olyan dolognak érte meg, amit mindenképpen el kell mondani az embereknek, és mindenképpen lájkokra, követőkre kell vála, váltania, és mm, azokat a hangokat is megjelenik, akik azt mondják, hogy hú, de igénytelen, meg undorítom meg hát, hogy soha nem csinálja ilyet. Én viszont nem veszek álszent, voltam fiatal, van múltam, fontos, hogy ez ilyesmi közös megegyezésen és mások zavarás nélkül történjen, de adjuk meg a nőknek is, a, legalább feltételezés szintjén azt, hogy hogy kihasználhatják testileg a, a faszikat, mert miért? Hát ez nem csak egy irányból működhet, de ettől még mondjuk, hogy nem dobja el a, a, a méltóságát, Laura esete egyébként szerintem konkrétan tényleg egy korkép, hogy, hogy mennyire nem tartják magukat semmire a, a mai lányok. Mert ha már egy ilyen dolog történik, akkor, akkor azt mondjuk nem, tényleg nem követő vagy szenzációra használom, nem vagyok rá büszke. nem önmagában egy aktus az még az nem egy olyan dolog, amire büszkének kell lenni, az nem egy produktum. Tehát hogy szeretném jelezni, hogy, hogy baszni az állatok is tudnak. Tehát azért ez, ez a, szerintem a, a, a leg, hogy mondjam, a legprimitívebb lények is képesek a, a, a közös de, de az, hogy a valaki erre megpróbálja a jövőt építeni, azt szerintem nagyon méltatlan. És ez is egyébként a következő téma, amiről akarok beszélni, mert hogy kíváncsi vagyok, mint mondtam az elején a véleményetekről, ugye a sokat hango hangozhatott tartás és méltóság, és nem kevésszer egyébként a női jelzőt használva, hogy a női tartás, a női büszkeség, a női méltóság. A feministák most biztos a pöcsemre lépnének, de szerintem igenis van különbség női és férfi méltóság, vagy női és férfi tartás között. Többnyire egyébként a férfiaknál mondjuk a sör, szex, foci kombóval bármit el tud érni, és bármiről meg tud őket győzni. Addig mondjuk a, a nők jóval komplexebbek, bár a férfiaknál a háromban egy is általában elég szokott lenni. Na, de hogy a nők azért lenni, jóval komplexebbek. Beszéltem már én erről korábban, és kaptam is érte, most viszont újra megrázom a pofonfát, mert hogy miért nem. Tehát nekem a nő az illatos, puha kezű, kedves, szerethetőbb, önzetlenebb a pasiknál, más az aurája, más a közelében lenni. Amikor egyébként legutóbb ilyeneket mondtam, akkor kaptam felajánló üzeneteket, meg suna képeket is az Instán. Ne tessék félreérteni, maximum gombleineket cserélhetünk, de továbbra is a kifli másik végét vajozzom, jó? Úgyhogy ne tessék tényleg félreérteni. Szóval a, a, nőkre máshogy gondolok, vagy máshogy gondolunk, és ha ez szexizmus, vagy hogy ez, ez, ez sovinizmus, nem tudom, hogy, hogy mi, mit, mit fognak rám húzni. De én ezt egyébként vállalom. De tedd fel magadban a kérdés, hogy bár mindkét eset szerintem Uber de ha egy faszi mondjuk odafingik az asztalhoz egy kocsmába, hogy egy nő teszi meg ugyanezt, melyiken húzott fel jobban a szemöldököd? És még egyszer mondom, senki ne fingjon oda, tiszta sor, undorító, de valahogy a nőktől valamiért az ember többet vár. Nem elvár, csak többet vár. Uh, és tudom, hogy lesznek hangok, hogy majd azt mondják, hogy hát, hagyj legyünk már büdösek, hadd reggünk, már mi is a hányácsomba, hagyj pingjünk már oda az asztalhoz. Figyelj, nekem oké, okay, csináld, de én meg akkor hagy legyek emiatt egy picit csalódottabb, mint egy férfi esetében. Ö, egyszerűen többre tartom a nőket ennél, és mondjuk meg, hogy, hogy ezért mondjuk ebből is vannak szintek, tehát mondjuk máshogy nézek nyilván egy anyukára, más egy olyanra, akivel ez nagy ritkán előfordul, vagy máshogy arra, aki minden héten a hányásába fedek. Szuverén jog, nem ítélkezem, de ha őszinte akarok lenni, és szeretek veletek őszintén beszélni, akkor nálam az én esetemben tényleg az van, hogy idegenebb, vagy elkeserítőbb egy, egy nőt ezekben a helyzetekben látnom. De ezt mondom, ez mondom, csak az én személyes véleményem, ez nem kell, hogy narratíva legyen. Ettől én még nem szakítok meg barátságokat, vagy nincsen zapszem a seggemben, nem indítok mozgalmat ezzel ellen, csak én ennyi így élem meg. Viszont egyébként azt látom, hogy, hogy sok nő nem tartja magát annyira amennyire én őket, vagy amennyire mások tartják őket, sőt, tovább megyek. Tehát most egy kicsit akadjunk le a nőkről. Általánosságban azt látom, hogy az emberi méltóság, mint olyan, egy beárazható dolog lett. Ez mondjuk egy bizonyos réteg számára, szerintem ö, ö, a legközelebbi példa, mondjuk a, a TikTok, az sokat pörgetem, eléggé addiktív. Felmegyek, és olyan megalázó és szánalmas helyzetbe hozzák magukat emberek, hogy komolyan azt érzem, hogy a, a pszichiátriára kerültem. Tehát ott van a a TikTokon ezekbe a live-okba, párbajokba, wc kefét csavar a hajába, az ájulásig iszza magát, mutogatja a nemi szerveit, a WC-ből eszik, összefirkálja mindenféle trágárságokkal az arcát, és nem csak nők, de teljesen vegyesen mindegy ez, sokszor sajnos még, még gyerekek is, ugye, földgyújtják magukat és társai. Tehát ezért csak azt akarom mondani, hogy a tartás, a büszkeség, mint olyan, egy bizonyos rétegben eltűni látszik, és szerintem ennek nagyon-nagyon-nagyon szoros, tehát nagyon-nagyon lehet kapcsolni az intelligencia kócienshez. Tehát az van, hogy általában azok az emberek, akik erre képesek, azok az emberek nem is annyira intelligensek, nem is annyira okosak, de, de vannak egészen meglepő olyan emberek is, ö, tényleg... Általánosságban azt gondolom, hogy azok az emberek, ö, azoknál az embereknél valami nincs rendben, akik, akik párbajokon rózsát és korgikat kunyerálnak, majd amikor megkapják, akkor meghatódottságot szillelnek, és mindezt úgy előadják, hogy ez bizony maga a tartalom. Minden nap több órát lájvoznak egy képernyő lesz a közösségük konkrétan. De ez nem úgy nem tartalom, de, de mondom, konkrétan az emberi mi voltjukban alázzák meg, ahokat csórók küld az univerzumot, a sántalovat, a halott kecskét, és közben nem is veszik észre, hogy ameddig ők kutyás ajándékért könyörögnek, ők maguk lemennek kutyába. És mondom, szívfájlító nézni, hogy hogy kik állnak be ebbe a sorba. Tehát, hogy azt mondom, hogy nagy összességében lehet azt látni, hogy, hogy ez az intelligenciához köthető tényleg, hogy ki mennyire, ki mennyire aljas, és ki mennyire van lent a TikTokon, de... De mondom, azért egyre több olyat is látok, akiről nem gondoltam volna, hogy könyörög a rózsáért. És nincsen kivétel, mert ha te kódulsz a TikTokon, akkor, akkor pont ennyit is érsz. Tehát, hogy most lehet azt mondani, hogy jó, de én csak így, én csak úgy. Nincs. Tehát ez, ez annyira, annyira, annyira az alja, amikor fiatalokat, gyerekeket, ö, ö, konkrétan már azt látom, hogy, hogy így... Hogy így utasítják, hogy küldjék az ajándékokat. A legújabb bőrület, ez az NPC, 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 nem tudom, hogy mondják, live, ahol ilyen robotot játszol, hogy tudod, így, ilyen karakterbe. Ez is egyébként annyira magyar, annyira béna, akiket így látok. Mindegy, szóval, hogy ajándékokért kér cserébe megmozdulsz, tudod, mint a Váci utcán a dobszapróta izének, a szobornak, akkor megemeli a kalapját, ne, ők ezt tovább fejlesztették, ha az, ott ki se kell menni otthonról, nem hogy dolgozni elmenni, ó, de hogy is ha otthon ülsz, és akkor e NPC láj És hát nyilván ennek is van az alja, akik csak a nagyobb ajándékokért mozdulnak meg. Ha csak róz rózsát küldesz, akkor elátkoznak. Imádom. Na, elkalandoztam a témától. Szóval a nőiség és a a női tartás, mármint hogy létezik-e, vagy nem tudom, ezt írjátok le, hogy vagy csak sima emberi van, és nincsen ilyen külön női. csak azért hoztam be ezt a TikTokos témát, hogy lássátok, hogy azért szerintem általánosságban minden, van gond, és, 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 és mondom, hogy, hogy már, már a büszkeség, az, a, az, emberi méltóság, az emberi büszkeség az olyan luxus lett, amit, amit már nem, 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 akarnak sokan megengedni maguk, maguknak. Uh, na mindegy. Szóval, de hogy, a, de hogy a nők esetében egy kicsit nekem ez rosszabbul esik. Mert tudod, egy pasinál már annak is öröszele húzza maga után a WC-t. És egyébként számomra a prostitúció is ezért vékony ég, mert az, aki a testét bocsátja áruba, az vele együtt nyilván a lelkét is eladja, és így módon egyébként tiszteletet megbecsülés nem fog kapni, hiszen az ő méltósága az tulajdonképpen uh, forintban, vagy euróban, vagy, vagy frankban mérhető. Tehát, hogy tudod, hogy vársz el valakitől tiszteletet, akinek most csúnya szóval mondom, érted, de, de 50 ezerért a melkasára szarhatsz. Tehát akkor az hogy tudsz egy olyan embert tisztelni? És egyébként kulcseredén is egy kiváló példa, mint nem azért, hogy a melkasára szarnak, vagy ilyesmi, hanem most egyébként a napokban így földobta a, a, a Facebook, hogy elfejtett elmenni a dubajos tárgyalására, hát külföldön volt, gondolom megkapta milliókat a Story magazintól. Szóval egyébként ő, ő tipikus példája annak, hogy ő, hogyan bocsásd áruba méltóságodat, egy ilyen gyönyörű körítésbe, gyönyörű köntösbe burkolva, hogy úgy prostituáld magad, hogy azt higgyék az emberek, hogy ez egy, ez egy megkomponált műalkotás, ez egy, ez egy direkt művészeti remek, holott igazából csak lehajoltál, és ezúttal mondjuk nem egy foci csapat, hanem valamelyik újság helyez beléd némi tőkét. És Edina nem is azért a legveszélyesebb a nők önbecsülésért vívott harcban, mert hogy mert hogy dubajozott, ha dubajozott egyáltalán, ezt nem tudjuk, hanem mert hogy észre sem veszed, de, de konkrétan, arra sarkal, arra tanít, hogy, hogy te egyszerűen egy húsdarab vagy. És nemrég megint eladta ugye a, 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 a gyermeke mosolyát a, a Story magazinnak. Egyszerűen, egyszerűen, nem tanul. Tehát, hogy minden gyerekből hasznot húzott eddig, valamelyik bulvárnapnál, és hogy tehát ő, 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 ilyen annyira, annyira komplex, ilyen, hogy mi erre, mi, erre, a jó, jó szó, Ö, ö, méltóságüzér, Tehát ő, 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 ő egy annyira veszélyes méltóságűzér, nem csak a saját, de a védtelen gyermekei méltóságát is már kiszámlázta. És persze ö, ezt, ezt, ezt úgy adja el, hogy most már ez lassan természetes. Tehát, megsef, tehát azt számolod, hogy megszült, és akkor itt lehet tippelni, hogy hány hét vagy hány hónap után adja el a, a kisgyerekének a, a képét valamelyik újságnak. És ez borzasztó. Mert hogy természetessé válik, és mondom, hogy itt már egy gyerek méltóságáról is beszélgetünk. Na most ráadás a címre, mi szerint ő a szerelem gyerekünk, most én nem is reagálnék, mert amikor majd fölnőnek ezek a gyerekek, és látni fogják, hogy, hogy az anyukájuk milyen címmel adta el a, kisebbik gyereket a Story magazinnak, akkor, akkor nem tudom, hogy nekik, hogy fog esti. Meg hát egyébként minden aktuális kanyával éppen szerelemben van, amikor a címlapra vásárolják a, a gyerek mosolyt, úgyhogy, de az, hogy mind, minden ilyen dolog összefügg a, a méltósággal, és az, hogy te mennyire tartod magadat. Én tényleg csak a saját példámból tudok kiindulni, tehát, hogy amikor az esküvőnk volt, ugye még nem láttátok róla, de most már hamarosan már látni fogjátok, hogy hogyan készült, meg róla a videót. Na de mindegy, megkerestek minket is újságok, szerettek volna exkluzív megvásárolni, stb. Te azt szóval mondtam, hogy nem, ki fogjuk tenni, aki kapja marja, annyi kérésem van, a fotósokat jelöljék meg rajta, ki csinálják a képet. Egyszerűen vannak olyan pillanatok az életben, amiben nem csinálsz pénzt, és nekem az esküvő az például ilyen volt, de akár a gyerekszületésem is, vagy a gyerekörökbefogadásunk fogadásunk is ilyen lesz, hogy egyszerűen nem tudom elképzelni azt az élethelyzetet, hogy leüljek tárgyalni, hogy akkor most a kis pistike mennyiért, és hogy fog nekem mosolyogni majd a címlapon. És úgy, az esküvőmmel sem voltam hajlandó, hogy forintot se kérni. Lehozták nyomtatottba, esküszöm, hogy forintot nem kaptam érte, és nem is akarnék. Mert szerintem vannak olyan élethelyzetek, vagy vannak olyan életesemények, amiket, amiket nem szabad forintosítani. Tényleg vannak olyan értékek, na amiket nem váltunk pénzre, lájkra, követésre, címlapra, de mit is várunk úgy általánosságban egyébként? Tehát, hogy olyan, ott van a, ott az, most beszéltünk már ugye a közösségi médiáról, beszéltünk ugye a, a, az influencereknek a, a, hatásairól, és egyébként ott vannak a kereskedelmi tévék, amik hál' Istennek már haldokolnak, bár most éppen a TV2 piacvezető, de hát ott is a, a, a Zoli az azért lett a nagy ő, mert hogy ő a 38. leggazdagabb ember, el sem kezdődött a műsor, de már úgy vadázták a nőket, hogy gyere, itt a gazdag manikűrös, járás le magad, hát ha csúran cseppen valami anyukám, a családbarát TV2, ugye, már azelőtt beáraszta tulajdonképpen a nőket, hogy egy perc is adásba került volna. Tehát eleve már így, így kerestek nőket. Szerintem az önmagában, hogy valaki jelentkezik erre a műsorra, az egy lakmuszpapírja, hogy ő hogyan gondol magára, vagy mennyire tartja magát. És hát az eredmény ez egyébként magáért beszél. Tehát, hogy Jákob, Jákob, Jakob, Jakob, mindegy. A Zolcsi. A Zolcsi-nak a személye már mondjuk önmagában is sok kérdés vett fel, mert hogy ő, a tökéletes példája annak, hogy a modor az, az a, 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 modor és ugyancsak a tartás az nem megvásárolható. Tehát a kifinomultság, az ízlés, a stílus, az elegancia, az egyszerűen nem pénz kérdése. És itt nem az öltözködésre gondolok nyilván, vagy a sokszor bemutatott luxus ingatlanra, tehát hogy, hogy nem, mert persze egy jó öltönyt vagy egy szép házat meg tudsz vásárolni, mi lehet stílusos, mert megbízol olyan embereket, de itt nem. Tehát itt konkrétan azt, azt gondolom, mérhetetlen csalódás nekem ez a pali. Tehát az, hogy egyébként ő egy ilyen a nevét adta, és biztos nem a pénzért, mert hogy arra valószínűleg már Szüksége. erre még mondjuk a, ez a, a beteges exhibicionizmus sem bocsánat. Tehát, hogy ö, tényleg, ez egy való világszint. De, de talán még, tudod, az a baj, az a baj, hogy 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 az ő személye az legitimál egy viselkedési formát, mert a való világban tudod, hogy ott van 14 gyökér, és, és bátran mondok ilyet, mert én is az egyikük voltam, tehát ott van 14 gyökér, és akkor tudod, hogy nagyjából tőlük mit vár, ha az. Tehát beleszaladnak a lábosba, és fölteszik az asztalra, és körbeugrálják, hogy ha ha de vicces. De hogy a, a körmözzoli esetében az ember lehet hogy egy kicsit másra, számított, hogy más-mást várt. Borzasztó. Tényleg. Tehát azok a nők, nem, nem akarom őket nem arra, úgy nőknek nevezett, azok a, nem ők nem lányok, ők az meg. Tehát, mint a hiénák, mint amikor csak így páran maradnak már, tudod, a buli végén, de mindenképpen haza akarnak menni valaki, fel akarnak szedni valakit, és. Ö, és mi, 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 Tehát az van, hogy amikor már így nagyon dörgölőzik, tudod, a pulthoz, hogy nem akarsz meghívni egy arra nem, de, és fú, már, már a, a, műsornak a promója, az ilyen beharangozó is annyira kínosak, hogy az, az, elmondhatatlan. És így nem ember se viselkedik, de nő meg aztán pláne nem. Tehát, hogy konkrétan sivalkodnak egy faszért. Csúnya ezt kimondani, de így van. Tehát ezek a nők, én nem is értem, és azok, hogy magyarázzák meg otthon, vagy a barátaiknak, hogy ah, oh, Istenem, de kellemetlen. Minden az... egyszer az embernek fontosnak tehát, hogy... Minden olyan érték, amit az egyszer az ember fontosnak gondolt, az itt az súdba lett dobva, és tényleg a legalja mód. Veszekednek és versengenek körmös Zoli kezeiért. Olyan proli és szekunder szégyen teljes az egész, hogy... Hát figyelj, ez azért így... Ezt, ezt, ezt a castingot, ezt, ezt, össze kellett, ezt össze kellett hozni. Uh, na mindegy, Any, nem, nem, tudom, hogy mennyire kell elkeseredetnek lenne, hogy ezt így bevállald, és uh, ezt egyébként kérdezem a körmözolitól is, tehát nem tudom, hogy a, amúgy az meg így fölmerült bennem, hogy a kormány kereskedelmi csatornája egy ilyen a családot, a nőket, és alapjában véve az emberi uh, uh, az emberi méltóságot mi volt ott, porigalázó műsort, hogyan sugározhat, azt én nem tudom, de hát gondolom kell a szellemi pecegődől, hogy a választási üzenetek a reklámblokkokban sok embert elérjenek. Na mindegy, nekem ez így valahogy nem fér össze, de nyilván ö, sok olyan dolog van, ami mondjuk a nem, nem fér nekem össze a, a és mégis működik. Nem tudom, nem lesz ebben a videóban megfejtés, én ezt tudom, de, de, azt látom, hogy, hogy ez most egy olyan téma, amiről szerintem én beszéltem korábban, de most így valahogy így nagyon kapom, kaptam az arcomba, és folyamatosan csak ez a szó, a méltóság, a méltóság. Annyiszor leírtam, vagy mondtam, a, beszéltem erről az elmúlt napokban a méltóság, hogy gondoltam, hogy ez, ez, egy jel arra, hogy nektek is beszéljek róla, mert folyamatosan azt látom, hogy a méltóság, ő, ilyen haja beszélne a méltóságról, azért az érdekes. De folyamatosan azt látom, hogy a, hogy a méltóság mára már nem érték. Vagy hogyha érték, akkor az meg, az meg forintban kifejezhető. És, és ez egy nagyon-nagyon szomorú dolog. Így eltűnni látszik, tudod? És úgy vagyok vele, rám nem is, de rád lehet, hogy hallgat mondjuk egy barát-barátnő családtag, aki, aki, akinek ilyen problémái vannak. Szerintem neki nyugodtan elmondhatod, hogy, hogy az, amit csinálsz, az, az méltatlan rád nézve, az ciki, az, az proli, nem mások előtt, magad, magad előtt hagyd, majd el kell ezzel számolnod, ez, ez nem oké. Okay. Szerintem, és lehet, hogy ilyen szempontból konzervatív vagyok, de vannak olyan emberi értékek, amiket fontos megtartani. Tartani, tartás, ugye megint visszajött ez a szó. Nem tudom, nincsen, nincsen tanulság, vagy nem tudok így szummázni dolgokat, most csak jó jól esett veletek ezt így megosztani, vagy jó esett nektek ezt elmondani, mert ö, nem gondolom, hogy ettől a videótól bármilyen változás fog lenni itt a világban, de, de, ha, de, ha, meg nagy, de, de ha meg mégis, az, az, az tök jó lenne. Aj, nem tudom. Nem akarom. Nem, én nem, egyszerűen azzal, hogy nem, nem akarom, hogy ez így ö, ö, eszkalálódjon még jobban. Nem tudom, komolyan, hogy, hogy, hogy mi, lesz a, mi lesz a következő, hogy mint a... van a, a, tudom, volt valamelyik film, ahol el lehetett adni a, az éveidet talán, vagy ö, ö, nem tudom, így fizettek neked azért, hogy megkínozzanak, vagy nem is neked, hanem a családodnak, vagy mint az a, korai a kórai film, a, a, amikor rengeteg pénzt lehet nyerni, hogy túlél ezeket a kínzásokat. Tehát, hogy jó, ez, ez nyilván egy ilyen utópia, de, nagyon-nagyon szar irányba halad ez a dolog. Na jó, van mindegy, lejöttem az életről, te is. Majd jövő héten följövünk rá, most már csináljuk, vágjuk az esküvői videókat, meg van még egyébként egy, egy kanapénos ö, ö, dolog is a betárazva. Úgyhogy, ö, úgyhogy jövünk, meg hát el fognak indulni most már az új, új műsoraink ö, egyszer csak, úgyhogy tessék velünk maradni, feliratkozni, szeretni imádni, Halloweenkor jönni az étterembe. Legyetek jók, találkozunk hamarosan, csokolateket. teket, sziasztok!